Elsőként a gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló 20/2021 7. hó 9-i önkormányzati rendelet módosítására tett javaslatot tárgyalta a testület, amelyet egyhangulag el is fogadott. Gondolom, mindenki megkapta a napirendet, sikerült áttanulmányozni, tartalmazza azokat a fontosabb változásokat, amelyek mindenképpen szükségesek ahhoz, hogy a következő időszakban zökkenőmentesen tudjuk majd megállapítani a térítési díjakat, és ne kelljen folyamatosan a testületi ülést összehívni ezeknek a változásoknak, a napi eseményeket nyomon követő változásoknak az összehívásával. Vitára bocsájtom a napirendet, kérdés, hozzászólás van-e? Karcagi Nagy Zoltán képviselő úr. Köszönöm szépen a szót, tisztelt polgármester, jegyző úr, képviselőtársak, tisztelt jelenlévők. Pénzügyi Fejlesztési Bizottsága testületi ülés előtt ülésezett, és elfogadta ezt a napirendi pontot, elfogadásra javasolja, hiszen a megemelkedett energia és nyersanyag árak ezt indokoltá teszik, úgyhogy elfogadásra javasoljuk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. További kérdés, hozzászólás? Ha nincs, de van, Kanász Nagy László képviselő úr. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Az ügyrendi és jogi bizottság is megtárgyalt ezt a napirendi pontot, és egyhangulag elfogadta, és a testületnek megszavazásra javasolta. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Én is elfogadásra javaslom, hogyha nincs további kérdés, hozzászólás. Aki egyetért vele, kérem jelezze. Igen, nem. Tartózkodott, egyhangulag került elfogadásra. A második napirendi pont a Madarász Imre Egyesített Óvoda alapító okiratának módosítására tett javaslat volt, amelyre a napi munkaszervezés miatt volt szükség. Az okirat módosítását a testület egyhangulag megszavazta. Az alapító okirat módosítása, ahogy a javaslatban is le van írva, ugye a napi munkaszervezés miatt szükséges, illetve azok az önkormányzati döntések, amelyek az előző testületi ülésen kerültek elfogadásra, szükségessé teszik azt, hogy az alapító okirat módosításra kerüljön. Ezt a módosítást tartalmazza az alapító okirat. Vitára bocsájtom, kérdés, hozzászólás van-e? Pinter Zoltán képviselő úr. Tisztelt polgármester úr, tisztelt jegyző úr, tisztelt képviselőtársak, a Karcagvárosi Oktatási, Kulturális és Sportbizottság mai ülésén ezt a szóban forgó és soron következő hármas számú napirendi pontot is tárgyalta, megvitatta, külön-külön, ugye teljesen másról van szó, de mindkettőt elfogadásra javasolja, ahogy egyöntetően el is fogadta. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. További kérdés, hozzászólás. Ha nincs, akkor elfogadásra javaslom én is, aki egyetért jelezze. Igen, nem, tartózkodott, egyhangulag került elfogadásra. Ezt követően a Madarász Imre Egyesített Óvoda Zöld Óvoda és Örökös Zöld Óvoda cím elnyeréséről szóló pályázaton való részvételre tett javaslatot tárgyalta a képviselőtestület, amelyet szintén egyhangulag elfogadott. Többször szavaztunk már ehhez hasonló pályázat benyújtásáról a Madarász Imre Egyesített Óvoda részéről. Nagyon sikeresek voltak az előző pályázatok is, hiszen nagyon sok Zöld Óvoda és Örökös Zöld Óvoda címmel rendelkeznek már a karcagi tagintézmények, amely mutatja az ott folyó munkát egyben, és természetesen én azt gondolom, és bízom abban, hogy a képviselőtestület is így gondolja, hogy a további pályázatok benyújtására is mindenképpen adjuk meg azt a támogatást, lehetőséget, hogy a további zökkenőmentes és nagyon sikeres munka folytatódhasson a Madarász Imre Egyesített Óvodában. Kérdés, hozzászólás van-e a napi rendi ponttal kapcsolatban? A bizottság megtárgyalta, ahogy hallottuk. Én is elfogadásra javaslom, aki támogatja, kérem jelezze. Igen, nem, tartózkodott, egyhangulag került elfogadásra. Negyedik napirendi pontként az egyes önkormányzati feladatoknak a Karcag Kincse rendezvény szervező non-profit Kft. Részére történő átadásáról szóló 38/2021 második hó 26-ai KTS határozat kiegészítésére tett javaslat került megtárgyalásra. Ahogy korábbi napirendi pont esetében, itt is a napi munkának a szervezése teszi szükségessé azt, hogy módosításra kerüljön a szerződés. A javaslat egyhangulag került elfogadásra. Ahogy az előző napirendi pontoknál, itt is a napi munkának a szervezése teszi szükségessé azt, hogy módosításra kerüljön a megkötött szerződés
a különböző feladatok átadásáról a Karcag Kincsen Nonprofit Kft. Részére, hiszen egyfajta kulturális szervező munkát is végez, és kell, hogy végezzen, kiegészítve is maga a Kft. Ennek a módosításáról szól az írásos anyag is. Vitára bocsájtom, kérdés, hozzászólás van. Bizottság támogatta. Én magam is támogatásra javaslom, aki elfogadja, kérem jelezze. Igen, nem, tartózkodott, egyhangulag került elfogadásra. Az ötödik napirendi pont zárt ülés keretében került megtárgyalásra, majd a szociális célú városrehabilitáció pályázaton való részvételre tett javaslat került egyhangulag elfogadásra, végül pedig a szociális célú városrehabilitáció ESA Plus pályázaton való részvételre tett javaslat szintén egyhangulag került elfogadásra, amely szorosan összefügg az előző napirendi ponttal. Ahogy az írásos anyag is tartalmazza, kiírásra került a következő pályázati ciklus, az úgynevezett TOP Plus pályázati ciklusban. Különböző pályázatok, amelynek ez is része, ez a mai napirendi pont, illetve a következő napirendi pont is, hiszen összefügg a két pályázat. Gyakorlatilag egy pályázatról beszélünk, amelynek két lába van. Az egyik egy beruházási pályázat, a másik pedig egy szociális jellegű, elsősorban programokat tartalmazó pályázat. Az első része az a tárgyi eszköz beruházás, illetve beruházás pályázat, amelyet szeretnénk benyújtani. Erről szól az írásos anyag, elsősorban lehetőségekhez képest az útfelújítások azok, amelyek prioritásokat élveznek ebben a pályázatban. Erre szeretnénk benyújtani a pályázatot. Ugye itt a leszakadó városrészekről beszélünk, tehát elsősorban az északi és a déli városrészről. Azon belül is hajszál pontosan meghatározott azok a területek, azok az utcák, amelyek szóba jöhetnek ebben a pályázatban, és ezekre szeretne az önkormányzat 178 millió forint értékben pályázatot benyújtani. A pályázat egyébként 100%-os támogatottságú, tehát azt gondolom, hogy mindenképpen élni kell ezzel a lehetőséggel. Vitára bocsájtom, kérdés, hozzászólás van-e? Bizottság támogatta. Ha nincs, akkor elfogadásra javaslom ezt a pályázati benyújtást is. Aki támogatja, kérem jelezze. Igen, nem, tartózkodott, egyhangulag került elfogadásra. Hetedik napirendi pontunk, javaslat a szociális célú városrehabilitáció ESA Plus pályázaton való részvételre. Ahogy elmondtam az előbb is, ugye összefügg a két pályázat, tehát az egyik a beruházási pályázat, a másik pedig, ahogy ez a napirend is tartalmazza, a szociális jellegű programoknak a megszervezése. Erre szeretnénk benyújtani pályázatot, hiszen az előbbit, amit megszavaztunk, gyakorlatilag nem is működne enélkül a pályázati láb nélkül, tehát akár egyszerre is tudtunk volna szavazni, hiszen mind a kettő pályázatot be kell ahhoz nyújtani, hogy a pályázati feltételeknek megfeleljünk. Ez a pályázati láb, ez egy 100%-os támogatottságú 100 millió forintos pályázati összeget jelent. Kérdés, hozzászólás van-e az anyaghoz? Ha nincs, akkor elfogadásra javaslom, aki egyetért vele, kérem jelezze. Igen, nem, tartózkodott, egyhangulag került elfogadásra. Az ezt követő testületi ülés a nemzeti ünnepen hagyományosan tartott ünnepi önkormányzati ülés volt, amely során a város rangos kitüntetéseinek átadása is megtörtént. Munkaterv szerint a következő testületi ülés szeptember 29-én csütörtökön 15 órakor veszi kezdetét.